Idén ősszel megyei választásokat rendeznek az országban. Megkezdődtek a tárgyalások, alakulnak a koalíciók. A pozsonyi megyében már megalakult a széles jobboldali koalíció, de a Híd kivételével. Jó ez így a Hídnak? Miért nem csatlakozhat a jobbközép platformhoz? Én azt gondolom, hogy ez inkább a pozsonyi megyei szervezetünk számára kérdés, hiszen a Híd legállt a megyei szintre a döntést a koalíciókról, de összességében mi változatlanul nyitottak vagyunk az együttműködésre, csak nem bármelyik párttal. Nagyon fontos számunkra viszont az, hogy a fasiszta párt, a Kotlovaféle párt ne tudjon hatalomra kerülni, Beszterce bányában például ez a legfontosabb törekvésünk. Ugyan még messze vagyunk a parlamenti választásoktól, de az utóbbi években azt tapasztalhatjuk, hogy a két szlovákiai felvidéki magyar párt nem közeledett egymáshoz a törésvonal óta. Illetve máshogy teszem fel a kérdést, jó ez, hogy a két pártban oszlanak el a szlovákiai magyarok szavazatai? Az, hogy jó vagy nem jó, ez egy olyan kérdés, amivel nem tudunk mit tenni. A szlovákiai magyarok nem egységesek véleményükben. Van, akinek azt tetszik jobban, amit az MKP képvisel, van, akinek azt tetszik jobban, amit a Híd képvisel. A mi feladatunk Hídként az, hogy azt a véleményt juttassuk érvényre, amit a mi választóink gondolnak. Ez egy az együttműködésre építő, a kislépések politikájára építő és a toleranciára építő világnézet. Azt gondolom, hogy ennek kell, hogy legyen helye Szlovákiában, és a Hídnak a stabilitása és a sikerei azt mutatják, hogy van is. Az MKP-nak fontos a határon túli együttműködés, ezért stratégiai partnerként tünteti fel a Fidesz pártot. Milyen a kommunikáció a Híd és a Fidesz között? A Híd és a Fidesz között gyakorlatilag nincsen kommunikáció, nyilván informális, néha beszélgetések történnek vezető politikusok között, de számunkra a Fidesz nem stratégiai partner. Mi mindig azt mondjuk, a sikereinket otthon, Pozsonyban kell elérni, ehhez minden támogatást elfogadunk kintről és bentről is, de számunkra az a legfontosabb, hogy a pozsonyi parlamentben megteremtsük a szavazatokat arra, hogy átmenjenek a törvények, amik számunkra fontosak, és hogy a minisztériumok jól dolgozzanak. Nem sokat gondolkozunk a Fideszről. És ha itt tenném fel a kérdést, hogy hogyan viszonyul a Híd a Magyar Köztársasághoz? Azt gondolom, hogy a Magyar Köztársaság működését a saját magyar választóiknak, a magyarországi választóknak kell megítélni. Mi több mindent aggodalommal szemlélünk, például a sajtónak a bedarálását, például a magyarországi migrációval kapcsolatos politikát, de nem az én tisztem, hogy ezt megítéljem. A mi feladatunk az, hogy a szlovákiai magyar és szlovákiai egyéb választóknak nyújtsunk egy jó alternatívát. Köszönöm szépen Rava Szábelnek a beszélgetést!